Sziasztok, üdvözlök mindenkit újra itt a csatornán. A mai részben ismét egy termékfotózást fogtok látni, és ismét egy parfümről fogok készíteni termékfotókat, de most nem a tőlem megszokott dárkos, drámai stílusban, hanem egy kicsit idegen vizekre evezek, és megpróbálok egy kicsit ilyen fehéresebb, világosabb, drímesebb termékfotót készíteni. Hát majd meglátjuk, hogy milyen lesz. Igazából még én se tudom. Ilyen jellegű, vagy ilyen stílusú képeket én is most csinálok először. Három koncepcióm van. Ugye az egyikben a parfümnek a feelingjét akarom átadni a képeken keresztül. Ehhez lesz segítségként a díszletben homok és kagyló, mivel hogy ez egy ilyen nyárias tengerparti parfüm. A második koncepcióban a parfümnek az illatjegyeit szeretném megmutatni, tehát hogy milyen illatok vannak a parfümben. Citrom, mandarin és grapefruit. Legalábbis ja, azt hiszem ezek, ezt írták benne a leírásában. Úgyhogy ott az illatjegyeket szeretném megmutatni a képeken keresztül, úgyhogy gyümölcsöket fogok felhasználni díszletként. A harmadik koncepcióban viszont ezt a két ötletet szeretném egy ötletté varázsolni és valahogy összekombinálni. Igazából a fejemben már megvan, csak még nem tudom, hogy az valóságban hogy fog kinézni, na majd meglátjuk, nem tudom. Úgyhogy ja, kezdjünk is bele. A képek elkészítéséhez használni fogok egy Canon 6D Mark 2-es fényképezőgépet, egy Canon 50 mm-es objektívvel, fehér hátteret, igazából majd ezen lesz kiszórva a homok, meg ezen lesz elrendezve a díszlet, meg majd szükség lesz háttérre is. Rögzítő, ez a Pigband németül, magyarul nem tudom, ragasztószalag azt hiszem. Úgyhogy ja, ezeket az eszközöket fogom felhasználni. Srácok, lányok, én itt közben gyorsan felépítettem a setupunkat. Ugye van egy nagy 150 wattos fehér fényünk. Én ide raktam még pluszba egy körvakut. Ugye először a gyümölcsös termékfotónkkal fogunk kezdeni. Hátterünk a következő, ugye a gyümölcsök, az lesz a háttér. Tehát felülről fogjuk fotózni az egészet, a gyümölcsre fogjuk rárakni a parfümünket. Ugye itt szépen elrendeztem a mandarint, a citromot és a grapefruitot. Nekem a gyümölcseim azok nem annyira szépek, talán a citrom az, ami esztétikus és abszolút menő. A mandarin és a grapefruit hát az eléggé csúnya lett, úgyhogy lehet, hogy majd veszek még egy gyümölcsöt, és akkor majd megcsinálom még egyszer. Igazából ebben én csak szemléltetni szeretném a koncepciót, hogy milyen kreatív megoldások vannak például egy parfüm fotóra, tehát nem kell feltétlenül csak fogni, berakni egy fehér háttér mögé, és akkor kat-kat-kat-kat-kat, hanem lehet egy kicsit kreatívoskodni. Szóval visszatérve, leraktam a mint háttérnek, és ráhelyeztem a parfümünket. Én most csinálok egy próbafelvételt. Itt ugye nekünk sokkal nagyobb kivágásban van, ez majd meg lesz vágva. És akkor itt láthatjuk is, igazából az élességünk, a megvilágításunk az tökéletes lett. Egyedül talán, amin én szeretnék változtatni, az az, hogy ugye a fényünk az itt a B-nél kezdődik, hogy tehát ami előtte van a Dolce & Gabbana,
az sötét, és a bűvána, és a báná az pedig már fényben van. Most az lenne a legjobb, hogyha ez az egész meg lenne így világítva, és lehet, hogy ezt viszont úgy meg lehetne trükközni, aha, hogy fogjuk a citromunkat, és akkor elméletileg ez így már, most csinálok még egy fotót, ugye itt lehet variálni, hogy sréhan helyezzük el a parfümünket, vagy egyenesen, szimmetrikusan legyen a képen, stb. Stb. Ezt a fotót egyébként meg fogjuk csinálni oldalt is, de előtte ezt megcsináljuk. És megnézzük, hogy milyen lett. Igen, és ezt szerettem volna látni a fotónkon. Ami nekem üres, az itt ez a rész. Úgyhogy ide szépen még dobálunk egy kis gyümit, és közben megesszük. Nem. Na szóval, gyerekek. Hát a fotó setupunk, az ISO 200-on csinálom a fotót, 2,8-as rekesz értékkel és egy 400-as záridővel. És akkor nézzük is, hogy milyen lett. És én azt mondom, hogy ezt lehetne világosítani. Abszolút menjen még feljebb, hiszen hogyha egy kicsit túl van expózva, egy minimálisan, az még nem gáz. Hogyha már nagyon, akkor az már ratja. Na nézzük megint. Igen. És voilà. És igen, ez az a fotónk, amire azt mondom, hogy na ez már szuper lesz, és ezt lehet már használni. Úgyhogy ez az egyik koncepció, amit szerettem volna megcsinálni. Most átváltunk, itt még lehetne 20 millió fotókat készíteni. Tehát is variáltam a helyszínünket, és most egy teljesen más nézőpontból fogjuk megfotózni a parfümünket. Oldalnézetből fogom fotózni. Ugye fehér lesz a hátterünk, egy kicsit homogénesre elmegyek, igen, tudom, szeretem a minimát, na, nem tehetek róla. A parfümöt körbe raktam mindenféle gyümölcsel, amit tartalmaz maga a parfüm, és azért van a kezemben ez a csodaszer, ez egyébként egy egyszerű vízpumpa, vízzel teli, mert a fotónkon szeretném érzékeltetni ezekkel a vízcseppekkel a frissességet és magát az óceán érzést. Na most azt kéne, hogy meg kéne cserélni. Igen, így már egy kicsit jobban lehet látni rajta a vízcseppeket. Nem mindegy egyébként, hogy honnan jön a fény ilyen helyzetbe. Ugyanis én a parfümöt úgy helyeztem el, hogy gyakorlatilag idézőjelben innen van takarásba, ugye a gyümölcsöktől és a zöld levéltől. Ez jó. Csak az a baj, hogy a fényünk is itt volt. Tehát ilyenkor vagy azt csinálod, hogy átvariálod a terméknek a díszletét, vagy a fényt rakod át a másik oldalra. Jelen esetben én szerintem most sokkal egyszerűbb volt az, hogy a fényt átraktam a másik oldalra, és onnan fogom megvilágítani a fotózandó termékünket. Úgyhogy én csinálok még egy próbaképet. És igen, hát ez a koncepciónk is megvan, és most jön egy harmadik, illetve most jön még csak a második koncepciónk, amikor ugye homokot, kagylót és magát a parfümöt fogom használni a fotózáshoz, úgyhogy megint átvariálom a helyszínt, díszletet, és variáltuk a helyszínünket, illetve az új díszletet megcsináltam. Ugye mondtam, hogy lesz egy ilyen gyümölcsös, egy ilyen homokos, kagylós, tengerpartos jellegű. Hát most ennél járunk. Én egy kicsi homokot kiöntöttem ide a fehér háttérlapunkra, körbe raktam kagylóval, a homokra ráraktam a parfümünket, és ezt fentről fogom megfotózni. Egy kicsit befújtam a titkos fegyverünkkel, ezzel a vízsprével a parfümünket, hogy ezzel is még jobban tudjam
érzékeltetni azt, hogy ez a parfüm igazából egy nyári parfüm, a frissességet, a beach feelinget kell, hogy sugározza. És a kamera beállítási setupunk az ugye ISO 200 f2.8 rekesz értékünk, és a záridőnk pedig 1/125, úgyhogy nézzük is, hogy milyen lesz az első fotónk. Átrakom élő módba, hogy jobban lássam. És el is készült. Itt ugye látszódik, hogy maga az elkészült fotónkon nem teljesen fedi be a homok. Ez nem is baj, mert majd később Photoshoppal az ilyen fehér részeket, hézagokat majd ki fogjuk pótolni. Talán egy kicsit világosabbra csinálom, hogy majd később a retusnál ezzel ne legyen probléma, hogyha esetleg túl sötét. A fényelésünk is tök jó, hiszen oldalról jön a fényünk, gyakorlatilag ugyanaz a szisztéma majdnem, kivéve, hogyha én ezt egy picit így megdöntöm, és akkor na most lesz ugyanaz a feeling, amit ugye a gyümölcsös fotóknál készítettem, hogy a Dolce felirat az még sötétbe lesz, a Gabbana az pedig már egy megvilágított arany betűket fog sugározni, tükrözni. És elkészítem még egyszer a fotónk. Szuper. Hát igen, nagyjából én erre számítottam, hogy ilyen jellegű fotó lesz. Én talán még egy kicsit besprézem a parfümünket, hogy még vizesebb legyen, még jobban lehessen érzékeltetni vele a frissességet. És igen, kész is van, készítek még egyet. És tökéletes. Ugye később ez majd retus munkával egy kicsit még kontrasztosítjuk, és hangsúlyosabbá tesszük a fotónkat. A harmadik koncepció, azt ugye mondtam, hogy lesz majd egy harmadik koncepció, amivel ezeket össze fogom keverni, tehát a kagylós, homokos, gyümölcsös részt. Igazából ezt az ötletet elvetettem, mert annyira nem lehet így összehozni, illetve hát meg lehet csinálni, csak szerintem elég hülyén fog mutatni, úgyhogy ezt a harmadik koncepciót, ezt én elvetettem. Srácok, szerintem nagyon szuper képeket tudtunk készíteni, én abszolút meg vagyok elégedve, és remélem ez a kis tutorial videó nagy segítség azoknak az embereknek, akik most próbálkoznak mondjuk a fotózással, ezen belül is a termékfotózással is. Úgyhogy, ja, nagyjából ennyi. Én megköszönöm a figyelmeteket, és ha tetszett a videó, azt a like gomb megnyomásával ki tudod fejezni, illetve a videó alatt a komment szekcióban a véleményedet, a gondolataidat tudod velem megosztani. Ha viszont további tartalmat szeretnél tőlem látni, akkor mindenképp iratkozz fel, legyetek jók, sziasztok!